ez a munkahivatás, szívvel, lélekkel lehet csak végezni. A Pécs határában található Mancserencs állatkert és állatotthonnál önkéntesként dolgozik Uzsoki Eszter, aki eredetileg nyelvtanár. Ez egy elég klasszikus történet, látogatóként jöttünk a családdal, körülbelül most 2 éve, aztán itt ragadtam tulajdonképpen. Viszonylag rugalmas a munkabeosztásom, és ezért el tudok jönni hetente néhány reggel. Mindig is voltak állatok, most is van otthon állatom, ő innen származik, amúgy különben. Nem tudom, ez szerintem gyerekkorom óta már velem van. Takarítás, az alpakák fésülése is a napi feladatai közé tartozik. Eszter az így szerzett tapasztalatait a tanítványai körében is hasznosítja. Nyilván szóba kerül a tanítványokkal, ahogy magánórákat adott, tehát egyéni tanítványom vannak többségében, és van amelyikük már óra elején kifejezetten kéri, hogy akkor egy-két mancs sztorival kezdjük az órát, mi újság a rancson, és akkor ez abszolút persze simán bele tud kapcsolódni az órába. Csikó, szívecske, menjél. Vannak mentett állatok és tervezett új lakók is az elmúlt egy hónap alatt, tudtuk meg az alapító tulajdonos Fejes Rózsától. A mentettek között szerepel egy emu, 2 őzgida, 3 nyest, 1 rókabébi és 1 törpeboci. Tervezett állatuk 2 kisbárány és 1 róka. Azonban születtek is kis állatok, mint például egy kis csikó és a most 1 hónapos alpaka bébi. Közben azt is megtudtuk, jól gyógyult a sebe az egyik kis sérült fiatal őzikének, aki egyik fülét vesztette el. A másik gida további orvosi ellátásra szorul. Az a kis fületlen őzik, akinek letépték a fülét, és hát nincs is, ugye fél füle fog élni már élete végéig. Szófiával vannak egy kis probléma még, ugye, mert őnek így levágta a fűnyíró traktor a lábát, egy nagyon jó állatorvos, szerintem orvosi bravúrral visszavarta a lábát, és belerakott egy ilyen fém implantátumot a lábába, amit viszont ki kellene szedni, mert ugye ez nem tud nőni az őzikével együtt. Egyelőre még ezzel vannak a problémák, hogy ezt hogyan fogják tudni eltávolítani onnan, de hát remélem, hogy megtalálják rá megfelelő módszert. Most jelen pillanatban 50 körüli állatunk van, és ahogy látjátok, ugye az új gyerekek, ugye, akik nem betervezettek voltak, őnekik ugye nem voltunk felkészülve helyjel, helyigénnyel, úgyhogy most próbálom összeszedni a kis nyesteknek is, hogy meg legyen a megfelelő kifutótér, hogy ők is megfelelő boldog és teljes életet tudjanak majd élni. Az itt élő állatok gondozása, élelemmel való ellátása és orvosi kezelése sok pénzt emészt fel, ezért mindennemű támogatást szívesen elfogadnak.